Hölgyeim és uraim, az egyik főszervező, a Barankovics Izoléta műhely elnöke, Weisz Péter következik, aki egyébként a Mazsihisz főtanácsadója. Tisztelt Hölgyeim és uraim, egy kicsit zavarba vagyok ennyi dicséret kapcsán. Igaz, pár évvel ezelőtt Nyíracsádon az akkori baptista templomban imádkozó barátainkkal együtt arra gondoltunk, hogy állítunk egy táblát, hogy ez valamikor zsidó imaház volt, és meghívtuk a világ legnagyobb protestáns egyházát, hiszen a Egyesült Államok és az amerikai kontinens miatt a baptista a legnagyobb protestáns egyház akkori vezetőjét, a David Coffey urat, és elfogadta, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy együtt állíthattunk táblát, hogy őrizzen a hely emlékét Isten kiválasztott népének, mert valaha az övék volt. Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon jól estek a szavak, és a méltatás Hesznától is, Imrétől is. Azt azért tudni kell, hogy én Idestóban negyedik éve vagyok főigazgatója a Bugát Pál Kórháznak. Ebben a kórházban nagyon sok barátom van, ezek közül két szoros baráti kapcsolatot ápolok a orvosigazgatómmal, Omárral, aki az előadó lesz, és Hesznának van egy nagyon pozitív tulajdonsága, hogy ilyen édesapja van, mint a Nadin, aki szerintem Magyarország egyik legerősebb szülészetét vezeti, amely nélküle nem működne. Nem lehet egy konferenciát úgy rendezni, hogyha az ember szívében nincs-e szeretet. Mi már megegyeztünk Komára, hogyha a politikusok 3 hónapra nyugdíjba vagy szabadságra vonulnának ott Közel-Keleten, akkor szerintem mi az alatt a 3 hónap alatt békét teremtenénk, ha nem szólnak bele. Hiszem és vallom, hogy Ábrahám örököseiként közös a prófétai küldetésünk. Mind a zsidó, mind a keresztény, mind a moszlim vallás két alapköve, alapfeltétele, hát én nem merek, elég sokat elolvastam a Koránt, tudni kell, hogy a két legnagyobb Korán kutató a zsidó volt, a Goldziher Ignác és a Germanus Gyula, de ismert orientalista moszlim kutató volt a Weinbergi Ármin, aki ő se felelt meg a Nürnbergi törvényeknek mindenben. Mind a 3 vallás arról beszél, hogy a két legféltettebb kincs, amit ápolni kell, az Isten és az ember szeretet. Ez a két legfontosabb kötelék. Nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszönöm a Károly Róbert Főiskolának, hogy elfogadta és elvállalta. Köszönöm a Kovács Laci barátomnak, a Magyar Ízei Baráti Társaság Országos Szövetségének, hogy mellénk állt és pályázott pénzekkel támogatja és társrendezőként részt vesz a rendezvényen. Tisztelettel köszöntöm Harag Péter frakcióvezető urat, akivel mi Van Kiú címen azért már vagy 14-15 konferenciát megnyitottunk, amelyen határokon átívelően beszélünk keresztények és zsidók között a békéről és a kapcsolatokról. Köszöntöm az egyházak itt jelölő képviselőit, katolikus egyházat, előadóként a Juhász Ferenc urat, akivel rövid idő óta ismerem egymást, de azt mondhatom, hogy az egyik legközelebbi barátomat tekintek rá. Megtiszteltő volt, hogy október hónapban részt vehettem a Katolikus Egyházban és az Ószövetségi Szentírásról, ott is tartottam előadást, ami azt bizonyította, hogy szinte csak olyan van, ami összeköt bennünket. Mi meg is egyeztünk, hogy a két vallás mindössze egy igekötőbe tér el egymástól. Én azt javasoltam, hogy tegyünk félre egy kóser szilvát és egy katolikus misebort, és a többi majd eldől. Na, de ez egy igekötő, hogy eljön vagy újra eljön. A többi mind azonos. Jeruzsálemben összegyűjti az embereket, a többit meg majd meglátjuk ott, és akkor kocintunk. Egy biztos abban mind a ketten megegyeztünk, bárki lesz, egy nagyon rendes zsidó ember lesz. Elnézést, leegyszerűsítettem a Bibliát. Tisztelettel köszöntöm a Református Egyházat, üdvözlöm a hídgyülekezet jelenlévő résztvevőit, kollégáimat a kórházból, a médiákat, Gyöngyösváros közéleti személyiségeit, mindenkit, aki eljött. Nagyon szeretnék bebizonyítani, hogy bennünket több az, ami összeköt, mint ami elválaszt. Zsidókörben ezt nem merem idézni, mert ez Páltól származik, de Saul néven ő is zsidóként
született, hogy keressük azt, ami összeköt, és nem azt, ami elválaszt. Megpróbáljuk bebizonyítani ezen a konferencián azt, hogy van gyűlölet, van ellentmondás, van intolerancia, de az nem a hitből ered, az mindig az ember. És a mi dolgunk, hogy bizonyítsuk. Ennek a konferenciának egy üzenete és küldetése van, védjük meg a gyerekeink és az unokáink békés jövőjét, hogy egy olyan világban nőjenek fel, ahol a vallási különbség az nem érdekes. Köszönöm.